Anna napi búcsút tartottak Dombóvár-szőlőhegyi városrészén. A program reggel a Szent Anna kápolnánál kezdődött, ünnepi szentmisével. Ez egy kurta furcsa év a 2020, hiszen azt gondolom, hogy már július vége felé járunk, amikor az első rendezvényt meg tudjuk tartani. Nagyon fontos célként kitűztük tavaly, hogy minden városrészben szeretnénk tartani egy olyan ünnepséget, egy olyan napot, amikor a helyiek identitását tudjuk növelni, és minden városrész fontos Dombóvár számára. Pintér polgármester elmondta, idén igyekeztek a színvonalat emelni. Ezért változatos előadókat hívtak a rendezvényre. A hagyományoknak megfelelően délután egy kulturális programban próbáltuk színesíteni ezt a napot Szőlőhegyen. Egy picikét talán rendhagyó módon, hiszen egy magasabb színvonalú kultúrában szeretnénk volna megjelenni, mint az előző években történt. Remélem, hogy ez a kezdeményezésünk teli találat lesz, és jövőre még többen lesznek. A rendezvényt az időjárás is támogatta, hiszen előző napokban heves esőzések voltak jellemzőek, míg a búcsú napján napsütésben volt része a kilátogatóknak.